Közel 200 millió forintos beruházás keretében épül meg az új körforgalom a Tatabánya nyugati ipari parkban az Orgonás út és az Üveggyári út kereszteződésében. A Tatabánya nyugati ipari park kiemelten fontos szerepet tölt be a térségi foglalkoztatásban, a betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma több mint 7000 fő. Az egyik legbalesetveszélyesebb forgalmi csomópontja az ipari parknak, és nem volt emellett sem járda, sem pedig kerékpárút, sőt közvilágítás sem. Tehát ebben a pályázati programban, amelyben részt vett a Városi és az Ipari Parkot Fejlesztő Gazdasági Társaság, mint egy 200 millió forintos állami és uniós támogatással, most nem csak a körforgalom épül meg, hanem a szükséges kiegészítő közlekedési felületek is. Ez a csomópont akkor épült még ki, amikor még a környei oldalon egyetlen egy gyár sem működött, és a csomópont kialakítása nem arra készült, hogy kamionok rendesen el tudjanak fordulni. Ha most megnézzük, akkor látható, hogy a kamionok úgy kanyarodnak be ebben a csomópontban, hogy másfél sávot használnak. Tehát egy másik autó, egy másik kamion meg aztán egyáltalán nem fér el, amikor egy kamion befordul. Ezért ezt egy biztonságos csomóponttá kellett alakítani. Ha viszont már biztonságos csomópontot akarunk kialakítani, és ráadásul két fő ág van, ami nem egyenes, akkor itt körforgalmat kell kialakítani, mert az a legbiztonságosabb. Ezért pályázott az IPH arra, hogy Európai Uniós források segítségével ezt a körforgalmi beruházást, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos közlekedését lehetővé tevő járdát és kerékpárutat ki tudjon alakítani. Ennek az első része, a járda és kerékpárút már elkészült, kész van a közvilágítás is, most az utolsó nagy beruházás része következik a körforgalomnak a kiépítése. A sajtótájékoztatón jelen volt Petkovics Zoltán, a beruházásban szintén résztvevő, az ipari parkot működtető Ipari Projekt Hungária Kft. Ügyvezetője is. Tavaly ősszel elkezdtük a kerékpárút hálózatnak a kiépítését, ez 80%-os szinten valósult meg, tehát a 2 kilométerből olyan 1600 métert készítettünk el az Orgonás úton és az Üveggyári úton, az ehhez tartozó közvilágítási hálózat megépítésével. Ez készült el tavaly ősszel, idén pedig ugye új időbe köszöntével március 1-jel hozzáfogtunk a körforgalom és a hozzátartozó ugye közműkiváltásoknak a elvégzéséhez. Most jelenleg is éppen a közműkiváltások zajlanak, tehát rengeteg kábel van, a gyárakat ellátó erős áramú kábeleket kell védelembe helyezni, új szintre helyezni, valamint a mellettünk látható trafóállomást és a fölöttünk észlelt 20 kV-os légvetékhálózat kerül szintén kiváltásra. Így aztán lehetőség adódik majd április vége felé, hogy igazából a körforgalom magának, mint útnak az építéséhez hozzáfogjunk. Várhatóan június vége, július közepe lesz az a véghatáidő, amikor az új forgalmi rendszerint, az új burkolatokon közlekedhet mindenki.